Okkal lehet büszke a 11 évvel ezelőtt megalakult, a szekszárdi férfi kosárlabda képzésben új színfolként megjelenő férfi gyermek kosárlabda ese arra, hogy több általuk felfedezett, elindított, mi több megalapozott fiatal játékos már az élvonalbeli atomerőmű ese, illetve az NB1-bés Bonyhád felnőtt csapatának kapuját nem csak döngeti, hanem be is tudott már lépni rajta. Jelezvén remekül működik már az elején is a Szekszárd Bonyhád Paks Tengely a minőségi képzés jegyében. A GKS-ével szoros együttműködésben vagyunk. Az ő érdemük mindenféleképpen az ott nevelkedett játékosok jelenlegi képessége, illetve hiszen a játékosoké. Ők kimagaslóan teljesítenek, közülük is inkább a Heyman Gergőt említeném meg, aki még mindig csak 16 éves, de most is már nagyon komoly szerepet tölt be a bonyhádi kosárlabda életében is, és én nagyon bízom benne, hogy rá fényes karrier várhat itt az A csoportban is a későbbiekben. Igyekszünk több játékost is bevonni és foglalkoztatni. Jelen pillanatban még a Sebestyén Tamás volt, illetve a Zsókáron. Az Áron sajnos sérülésekkel bajlódott a szezonban, de bízunk benne, hogy a következő szezonban rendelkezésre tud állni mind a 10 hónapon keresztül. A 20 éves az alapokat Szekszárdról hozó Pajor Dávid fejlődése is annyira perspektívikus volt, hogy az ASE nagy csapatának is gyorsan látókörébe került. Fájdalom, de jó néhányszor azért nem segíthetett a bonyhádi csapatnak, mert Branislav Djunic, Jan Pavlik, paksi szakvezető kettős az NB1 A csoportban számításba vett keretbe visszarendelte őt, nem csak a vírus helyzet következtében. 16 éves voltam, amikor az edző Morgan Frigyes felkeresett, hogy egy pár edzésre föl kéne menjek a felnőttbe segíteni nekik, és akkor utána Jan Pavlik, aki ugyanúgy edzőm volt, ő szólt, hogy szeretnék, hogyha tovább maradnék, és akkor egy hónap volt először, utána meg szeptemberben leigazoltak. Nem kellett sok évet várni az NB1-es A csoportos bemutatkozása. Amikor fölmenem a pályára, akkor próbáltam a csapat hasznára lenni, hogyha kellett leginkább védekezés, mert ilyen fiatalon leginkább azt várják el tőlünk, hogy nem is szerezzük a pontokat, hanem védekezésbe a legjobb játékosokat vegyük ki a játékból, vagy nehezítsük meg a dolgukat. A nagy Albakomp ellen olyasmi történt, amire vágyálmaiban sem gondolhatott. Szembe találkozott élesben, tét meccsen, gyermekkori példaképével a magyar férfi kosárlabdázás közelmúltjának ikonikus alakjával, Vojvoda Dáviddal, aki még mindig aktív. Mindez csak tetézte, hogy az volt a számára előírt egyéni taktika, próbálja meg kivenni a játékból. Igen, az Albánál volt, hogy a Vojvoda Dávidra mondta, hogy védekezzek rajta, és akkor ne nagyon kapjon labdát. Az elején nagyon meg voltam rémülve, őszintén megszólva, mert mindig is egy ilyen példaképként tekintettem Vojvoda Dávidra, még amikor Pakson játszott, akkor még kisgyerekkoromban nagyon néztem, és akkor mindig mondta anyukám, hogy szeretné, hogyha Pajor Dávidot is mondanának, amikor mondták, hogy 9-es messzáma Vojvoda Dávid. Általában kevés magyar tehetségnél számít fő erénynek a jó védekezés. Pajor Dávid a kivételek közé tartozik. És egy dologban, ami a támadó játékot illeti már, szintén kiemelkedik. Abban, amit nagyon nem lehet megtanulni, vagy ott van a játékos zsigereiben, vagy nincs. Igazából én a védekezés az, ami nagyon, nagyon jól megy, mellette meg a tripla dobás, ez a kettő, amiben nagyon jó vagyok, hogyha kell, akkor tudok bontani is, de a védekezés tripla dobás ez, ami inkább a specialitásom. Pajor Dávid jövőre még inkább két vasat tartana a tűzben. Több játékpercet remél az NB1 A csoportjában, és a B-ben, Bonyhádon, ha visszajátszik, meghatározó szerepet vár el magától.